mindenki! Esett az eső egy teljes napot, egy kettőt. Csulom víz minden. Kettő fok van. Hajtsuk meg, azt mondja a néni is. Csak ő angolul számolt be. Valami azt sugja, hogy ilyen 2 fok, 0 fok között esős időben, csuromvizes aljjal, úttal nem sok kerékpárost fogok látni, csak ha lesz egy tükör valahol, akkor a saját tükörképemet esetleg. Na de se baj, nem baj. Nagyon sokan, sok ismerősöm volt, hogy hú, jó ötlet, amit csinálok, hogy egyre hidegebbek vannak, minden nap megyek, akkor hozzászokik az ember, és ő is ezt fogja csinálni, valahogy lekoptak, eltűntek, megszűntek, és a vége az, mint mindig, már harmadik tél jön, így, hogy én megyek egyedül, mondjuk én egyedül edzenék amúgy is, csak hogy nem is találkozom senkivel, aki tekerne. És a legbosszantóbb nem is az, hogy itt megfagyok, szarrázok, hanem az előkészülés rengeteg időt. Másfél órát emésztett meg egészen pontosan, amire impregnáltam a ruhákat, szereztem hozzá vegyszereket, megcsináltam a sárvédőt, hajtsuk meg! Érdekes, hogy amíg esett az eső, addig 7 fok volt. Na már megint beszél a néni. Hogy ráérzett, hogy beszélni szeretnék. Amíg esett az eső, melegebb volt, most meg ahogy megállt egy órája, 5 fokot ült, és már csak 2 fok van. Gondolom, hagyhatva belekobantunk. Nem elég, hogy ilyen baromi hideg van, és a rühellem. 30 fokkal melegebbet szeretek, ugye? Most a 30 fokot, egész fontosan. De a 40 fokkal melegebb is nagyon jó. A 40 fok pluszba, de ez a nulla. Ez már írtó rossz. Szóval nem elég, hogy iszonyat hideg van, hogy szét vagy a kezem, de még a szél is fúj. És nem is folyamatosan. Még szar is tartani a kamerát. És még csurom víz minden meg sár. Most csúszik, és fény sincsen. Nekem meg egy szomátlátszó flexib nincs a szemüvegbe. De időm sincs rá, meg fáj mindenem. A délcalom, keresztű szalagom, ugye részlegesen szokott. Lehet-e panaszkodni, de nem mentség kell, hanem egy óra fájdalom, egy óra edzés naponta. Hát ugye ki lehet hagyni. Ahogy az elején mondtam, sokan kihagyják, aztán is tűntek, és innétől kezdve kihagyják. Nem baj, ha kihagyod az edzést, mert én nem aggódnék miatta, mert te hízol meg, nem én nem hagyom ki. Hajtsuk meg! Hát szerintem az időjárás no comment. Lehető lefelé tekerni kell majd, hogy lemenjen. Esőfelhő vagy hófelhő, franc se tudja. Na jó van, nyávogás helyett hajtsuk meg. Már 151-es maximum volt a pulzus. Csak észre elég ez a 142-es tartósan. Ilyen hidegben nem jó vicc. Hú, ez szép, most ezt megmutatom. Hányszor fel akartam menni, ez milyen szép. Milyen szar hideg van. Egy futóval találkoztam az előbb jött szembe. Na, van aki edz, én meg az a futó eddig. Hajtsuk meg!
Tényleg nincs ez a nagy tömeg. Elmentek a nyaralókra. Nagyon jól működik egyébként ez a sárvédő. Mert ugye a szűvegem már tiszta dzsuva lenne, ha nem működne. És látok, úgyhogy tiszta. Jó erős itt a szél. Szóval mind elindulsz a városban, egy kis szél, nem, itt van rendesen. Meg itt ugye a hőfok is mindig kisebb, nyáron meg nagyobb, nem véd semmi. Ugye negyedéni vagyunk a körnek. Ugye ott van szemben a híd, de ott a végén, nem tudom mekkora látószöge látszik, hogy a fehér autó, hogy átment, az már a fele. Szerintem a videó nem hozta át. Hát hajtsuk meg! Na most ilyenkor életveszélyesek ezek a lapos fasak lefestve, vizesen, taknyosan, hidegve, mert az csúszik és pont kanyaríven van. Mindig azt a részt egyenesítsük ki, hogy ott ne kanyarodjunk azon az 5 centin kétszer, ezért kell szögletesen kanyarodni, úgy túlélhetjük. Na ez nehéz, na ez nem a paradicsomi idő, na ez rossz. Na ehhez kell akarat erő, ezért mondtam a plusz 35 fokban, hogy ez jó, ez könnyű. Ennyi, hogy ki kell bírni a meleget, de ennyi volt, az nagyon jó. Ez nagyon könnyen megy. De ez amikor szétfagy az ember, főleg így előről, combom, golyóim, hasam szétfagyott, és közben belül izzadok, a maszkba meg nem kapok levegőt, ha lassítok, azért fázok meg, mert jobban izzadok, és utána, ha visszagyorsulunk, akkor nagyon hideg, szó szerint rám fagy a ruha. Ugye van ez a 2 fok vagy 0, ez egy 30-as menet széllel már nem olyan vicces. Főleg, hogy szembe fúj egy 30-40-es szél. Most pont ez a partoldal véd. Ez jó. Kellemes. 0 plusz 2 fok és nincs nagy szél.